Jó estét kívánok! A Jobbik politikusai nem csak az ülésteremben tették le a képviselői esküt, hanem a koronánál is, az Együtt PM a parlamenti folyosón tette ugyanezt, a DK-s képviselők pedig kiegészítették a hivatalos szöveget. Ez utóbbit vizsgálja most az országgyűlés. Fogadom, hogy Magyarországhoz. Így hangzott az új országgyűlési képviselők eskütétele a parlamentben. Az élő televíziós közvetítésben jól hallható, ahogy az eskütétel végén néhány képviselő tovább folytatja a szöveget. A demokratikus koalíció meghekkelte a mai parlamenti esküt, ezzel a címmel közölt bejegyzést Gyurcsány Ferenc és a DK a Facebookon kedden. A közösségi oldalra egy közös fotót is kitettek, ami a parlament alakuló ülésén készült, és amelyen a DK négy parlamenti képviselője van. Kirakták azt a szöveget is, amellyel kiegészítették az esküjüket. Ebben többek között az szerepel, minden erejükkel azon lesznek, hogy népszavazással új alkotmánya legyen az országnak. Nyilvánvalóan komolyan nem lehet venni, ugye, hogy Gyurcsány Ferencet sem lehet már régóta komolyan venni, meg azt a maroknyi elszánt fanatikus hívét sem, aki megjelenik vele éppen akár. Az országgyűlés elnökem komolytalannak nevezte Gyurcsány Ferencék akcióját. Kövér László az Este című műsorban azt mondta, a DK tagjai alkotmányos módon kifejezhetik véleményüket, akár javaslatok formájában is, de a törvényt nekik is be kell tartaniuk. Van egy eskü, ami jogi aktus, és ott van egy politikai nyilatkozat, aminek nyilván nincsen jogi relevanciája. A DK ügyvezető alelnöke szerint érvényes volt az esküjük. Molnár Csaba azt mondta, az eskü okmányt aláírták, az általuk tett kiegészítésnek pedig nincs jogi következménye. Az este vendége Olá Lajos, a Demokratikus Koalíció független parlamenti képviselő. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát ezt nagyjából mindenki tudta, aki ismeri a vonatkozó szabályokat, hogyha aláírják az eskü szöveget, akkor tulajdonképpen eleget tettek az eskü kötelezettségének, de szerintem ezt akkor is furcsálják az emberek, szerintem minden oldalon. Ez egy happening volt, képviselő úr? Nem, ez egy politikai állásfoglalás volt. Azt gondolom, hogy a DK azt a kötelezettségét, amit a törvény előír, azt a DK-s képviselők betartották. Betartották a parlament nagytermében, ahol is az eskü szövegét elmondták. Azt követően aláírták azt az írásos anyagot, amivel gyakorlatilag szintén elfogadták az eskünek a szövegét. Ezzel egy jogkövető magatartást mutattunk. Azt gondolom, hogy egy parlamenti demokráciába teljesen bele kell, hogy férjen az, hogy képviselők egyébként tegyenek politikai nyilatkozatot is. Ez a politikai nyilatkozat itt elhangzott. De hát annak megvan a maga helye. Azzal maguk egyébként élnek is szépen, ahogy hát látom. A parlament lehet ennek a helye, hogy a képviselő politikai nyilatkozatot tegyen? Hát de nem az eskü alatt. Nem az eskü alatt volt. Nem tudom, hogy figyelte, hogy amikor mi ezt a nyilatkozatot tettük, akkor már vége volt az eskünek, akkor már zászlót is kivitték. Ez az első ülésnapon a DK képviselői elmondták azt, hogy mi az a politikai krédó, amit ők fontosnak tartanak. Egyébként a happeninget nem mi csináljuk ebből az ügyből, hanem azok, akik próbálják napirenden tartani, és nem akarnak arról beszélni, hogy egyébként mit gondolunk az Európai Unióról, mik azok a fő gondolatok, amiket a választás során szeretnénk elmondani a Magyarország lakosainak. Jó, nem, erről fogunk beszélgetni, mert erről nincs mit. Vannak országok, ahol ennek lennének nagyon súlyos következményei, még egy egyszerű kiegészítésnek is. Segítsen Nagy-Britannia, Svédország. Milyen következménye lenne annak, hogy négy politikus? Például nem érvényes az esküjük. De miért nem? Mert önök nem tekintik legitimnek a magyar alkotmányt, és nem tekintik Magyarországot köztársaságnak. Rá, elmondtuk az eskü szövegét. Megfelelünk a törvénynek. Akkor az, amit ön mond, az nem felel meg a valóságnak. De Magyarország nem köztársaság? Mi azt gondoljuk, hogy az, hogy valaminek a nevébe belerakják azt, hogy köztársaság, az nem azt jelenti, hogy egyébként azokat az ismérveket teljesíti, amiket mi egy köztársaságról gondolunk. És egyébként se Svájcban, se Nagy-Britanniában nem lenne ebből semmiféle probléma. Mi Magyarország, ha nem köztársaság? Azt gondolom, hogy erről már hosszasan lehet beszélni. Hogy a köztársaság? Királyság? Hát elvihetjük a poénkodás irányába. Nem, csak kérdezem, mert olyan nagyon sok verzió. Nagyon jelzős szerkezeteket mond. Én azt gondolom, hogy az a működési mechanizmus, ami az elmúlt 4 évben kialakult, az a DK és nagyon sok magyar demokrata ízlései szerint nem teljesíti a köztársaság fogalmát. Erre, hogyha egyszer azt mondja, hogy van önnek egy fél órája, és adnak erre teret, akkor szerintem erről érdemes beszélni, hogy mit gondol erről az ellenzék, hogy rendben van-e. De már nyugodtan beszélhetünk, hát emlékszik, hogy hányszor volt erről vita itt ebben a stúdióban is.
az elfogadás módjáról is. Mi azt gondoljuk, hogy nem korrekt az, hogyha az alkotmányt nem egy széles társadalmi bázison fogadjuk el, hogy az ellenzék nincs bevonva. Tehát nagyon sok aspektusa van ennek az ügynek, amin végig lehetne menni. Éppen ezért ez egy politikai állásfoglás volt. Hangsúlyozom, hogy egyébként a magyar törvényeket betartva történt ez meg. Lépjünk tovább. Ezt javaslom én is, mert hát nem izgalmas az nem, a kérdés. Nem, mert mi nagyon csak ilyen vacak helyzetbe kerül az ember, hogy be volt vonva az ellenzék, most ilyeneket tudnék mondani, amire ön kapásból szerintem a nézőink is tudják a választ, hogy mit mondanak erre. Nem vonták be az ellenzéket, most mit csináljunk a parlamenti demokráciában? Ne folytassuk azokat a vitákat, amiket többen keresztül folytatunk. Igen, tehát kímélnénk a nézőket is, meg egymást is. Európai Egyesült Államok. Az Európai Egyesült Államok gondolata a szélsőségesen liberális nézet Európában. Önök baloldali pártként apostrofálják magukat. Az Európai Egyesült Államok gondolata az abból indul ki, hogy azt szeretnénk, hogy Magyarország lakosainak itt élnek jobb legyen. A DK programjában hát minimum 3-4 szintet el lehet különíteni. Mik azok a programok, amiket gyakorlatilag szinte az Európai Uniós választás után rögtön meg lehetne valósítani? Viszonylag gyorsan meg lehet azt valósítani, hogy az Európai Unióban legyenek a ciklus végére két tannyelvűek az iskolák. Hogyha mégis Európai Unióról beszélünk, akkor az biztosítja az unió versenyképességét, ha minden polgára legalább 2-3 nyelvet beszél. Minden egyes tanulónak legyen számítógépe, és akkor tudjuk felvenni a versenyt Kínával, Indiával és Amerikával, hogyha az infokommunikáció strádán nagyon otthonosan tudunk közlekedni. Egy picit bonyolultabb és összetettebb kérdés, az európai minimálbér kérdése például, és mehetnénk tovább. Ezek izgalmas programok, csak az Európai Egyesült Államok gondolata az történetileg egy másik kontextust akar. Az arról szól, hogy minimálisra csavarni vissza a tagországok a nemzeti parlamentjének hatáskörét, majd hogy nem végrehajtóvá változtatni, és valójában minden az Európai Parlamentben dőlne el, lennének közös tárcák, közös külpolitika, közös hadügy, tehát lenne egy igazi formális Európai Egyesült Államok. Önök ezt akarja? Ha jól értem, ma is Ukrajnával kapcsolatosan a magyar külügy megvárja, míg az Európai Unió országa összejönnek, közös állásfoglást fogadnak el, és utána lépett előre a magyar külügy is. Ha jól értem, a magyar gazdaság motorját, amit a beruházások adnak, ezt is az Európai Unió szavazza meg, hogy mi az az összeg, ami fölött Magyarország rendelkezhet. De amikor arról beszélünk, hogy Európai Egyesült Államok, hát azért itt nagyon, nagyon szélsőséges végletek vannak. Ez egy vita alap, ami lehet, hogy 20-30 évon lehet idáig eljutni, de addig beszélni kell arról, hogy vajon hogy lehet az, hogy megőrizzük Magyarország szuverenitását, és emellett pedig valóban versenyképesek legyünk. Hát a világ... Meg akarják őrizni Magyarország szuverenitását? Hát a kérdésre értem, hát hogy ne akarnánk? Jó, hát az Európai Egyesült Államok gondolata az egy nagyon komoly korlátot jelent ebben a... Ahogy most is nagyon komoly korlátok vannak, amikor Magyarország előri aláért az Európai Uniós csatlakozást, számtalan korlátot vállalt magára, hogy a magyar kormány minden hónapban számtalan újabb korlátot ír alá különböző megállapodásokkal. Elfogadom a válaszát. Szeretnének-e még másokkal mindig ott baloldali pártokkal együttműködni, vagy erről már letettek? A legfrissebb közvéleménykutatást a Nézőpont Intézet tette közzé. Ezek szerint tulajdonképpen az Együtt PM is majdnem a duplájával rendelkezik jelenleg a szimpatizánsoknak, és az LMP is, mint önök. És a bal oldalon továbbra is torony magasan vezet az MSZP. A DK az összefogás pártján volt az országgyűlési választásokon. Azt tudom mondani, hogy én nem tudtam volna Erzsébet és Terézváros egyéni képviselője lenni, nem tudnék most itt ülni egyéni képviselőként, ha nincs összefogás. A 10 egyéni képviselőből egy vagy kettőt mehetett volna el a győzelemig, ha nincs összefogás. Ez a mostani választás, ez kicsit a megmérettetésről szól, ez az uniós választás. Persze, mindenki kicsit megpróbálja megkülönböztetni magát a másiktól. Az unió DK, mint a legeurópai párt, ezen a területen elég markáns programot fogalmaz meg, 16 pontba szedve ezeket. Ez erőfelmérés lesz ez a választás? Mert a többi baloldali párt azt mondja, hogy az európai parlamenti választásoknak van hazai tétje is. Igen, ne tagadjuk, persze részben erőfelmérés is lesz, aminek az eredmény fontos a Nézőpont Intézet, de azon ennek a végső eredménye május 25-én fog majd napvilágra kerülni, és a DK, ahogy ez többször elhangzott, minimum egy, de inkább kettő mandátumon bízik. Képviselő úr, köszönöm, hogy itt volt nálunk, jöjjön máskor is. Én köszönöm a lehetőséget.